DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Minden mérkőzés fontos, de így, hogy egyre kevesebb lehetőséged van kijavítani az esetleges hibákat, így természetesen duplán fontos ez a mérkőzés. És amellett nem elfelejtve, hogy egy konkurens csapattal fogunk játszani, ahol mindenképpen jó eredményt szeretnénk elérni, és fogunk is elérni. Egyrészt ugyanolyan mérkőzés lesz a szombati, mint az összes többi, ahol a legfontosabb a 3 pont megszerzése. Másrészt viszont kiemelten fontos lesz ez a találkozó, hiszen legutóbb Gyirmóton győznünk kellett volna, ehelyett csak 1 pontot szereztünk. Nehéz mérkőzés vár ránk a közvetlen vetétársunk ellen, de küzdeni fogunk a 3 pontért, mert szükségünk van rá a céljaink eléréséhez. Hát nekünk csak kulcs játékosaink vannak, ezt hozzátenném. Úgyhogy 3 játékos fontos játékos, de nem pótolhatatlan, úgyhogy pótolhatatlan játékos nincsen. Akik ott vannak mögöttük, azok ugyanúgy hozzá fogják tenni a maguk részét ehhez az egészhez, úgyhogy megpróbálom mindenkit a lehető legjobb tudásunk szerint pótolni. Hát mindenképpen egy nehéz mérkőzésre számítok, mivel így, hogy edzőváltás volt a Mezőkövesnél, gondolom azért megváltoztatnak egy-két dolgot, ami számunkra esetleg szokatlan lehet, vagy legalábbis nem egy olyan dolog, ami az elmúlt időszakban a Mezőkövesdet jellemezte volna. Minden edzőnek megvan, új edzőnek megvan az elképzelése, ami változtat egy kicsit a csapaton, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy masszív jó csapattal fogunk találkozni, akik ugyanúgy mindent meg fognak tenni azért, hogy eredményesek legyenek, mint ahogy mi, de mi egy picit jobbak leszünk. Úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan mérkőzés lesz, ahol csak egy gól lesz, de hát annak mindig jelentősége van, hogy ki szerez gólt, úgyhogy bízok benne, hogy csak mi szerzünk gólt, és akkor az úgy rendben lesz. Egy labdarúgó számára mindig a szezon egyik legfontosabb találkozója, amikor korábbi csapata ellen lép pályára. Én is beszeretném bizonyítani, hogy jobb játékos vagyok annál, mint amit gondolnak rólam, és hiba volt elengedni engem. Nem csak rólam szól a találkozó, hiszen a DVTK számára is fontos mérkőzés elé nézünk. A saját kezünkben tartjuk a sorsunkat, és győznünk kell, hogy ez így is maradjon. I cannot say that one team is better than the other one, because you know when you have the right person on the right moment, then you can better. Maybe with Pinter, Mezőköves, which was better. Nem mondom, hogy a Mezőkövesd jobb, mint a DVTK, vagy fordítva, mert az adott pillanatban kell bebizonyítani, hogy jobb vagy. Pintér Attila idejében nagyon sokat és keményen dolgoztunk Mezőkövesden, ezért lehettünk eredményesebbek. De ugyanez igaz a mostani DVTK-ra. Bódog Tamás irányításával nagy munkát végzünk a sikeres szereplés érdekében. I heard that the fans like me, but hallottam róla, hogy a szurkolók gyorsan megkedvelték a játékomat, de az élet olyan, hogy akit ma szeretnek, az nem biztos, hogy holnap is szeretni fogják. Nem akarok így járni, ezért minden nap keményen dolgozok, hogy jobb játékos legyek, és bebizonyítsam a szurkolóknak, hogy holnap is méltó leszek az elismerésükre. Kamerunban és Ausztriában a Sturm Graz csapatában is játszottam már középső védőt. Számomra nem a pozíció fontos. Ha be kell állnom a kapuba, akkor védeni fogok. Az biztos, hogy amelyik posztra állítanak, ott fogok mindent tőlem telhetőt megtenni a sikerért. If I have to play goalkeeper when we need, when the team needs, I will do it. Then it don't depend, sometimes it don't depend about the position that you play. Nézd, ez olyan dolog, hogy ideges lennék, ha nem lennék biztos a csapatomban, de tudom azt, hogy milyen munkát csinálnak meg, mit tudnak, úgyhogy nem szoktam jól aludni, úgyhogy nem vagyok egy hosszú alvó, de nem azért, mert izgulok, hanem azért, mert alapból nem alszok sokat. Pozitívan állnak hozzá, úgyhogy ők olyan, hál' Istennek, jó versenyző típusok, hogy ezt a nyomást, ezt pozitív irányba tudják elmozdítani, és ahogy érzem rajtuk, hogy éhesek, szóval mindenképpen motiváltak, éhesek, mindenképpen jól akarják ezt az utolsó pár mérkőzést abszolválni, és úgy is edzenek. A hozzáállásuk, a szenzációs, a motiváltságuk az fejbe ott van, úgyhogy azzal nem lesz gond.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy egymás biztatva közösen a szurkolókkal együtt ezt eredményesen tudjuk hozni, ezt a pármérkőzést. Úgyhogy mindenképpen aki teheti, az jöjjön ki, szurkoljon, segítse a csapatot, és hát én bízok benne, hogy utána közösen tudjuk ezt az egész szezont befejezni, és ott a csapat összes játékosa, a csapat összes vezetője, edzőktől kezdve mindenkinek megrázza a kezét, és megköszönjük azt a segítséget, amit nyújtottak egész évben. Úgyhogy hát röviden ennyi, de hát érezzük, az a játékosok érzik, mi érezzük azt a segítséget, hogy ott vannak mögöttünk, és ennek így kell működnie, ennek így kell kinéznie.